Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Deac magazin, a Debreceni Egyetem sportklubjának havonta jelentkező műsora. Győzelemmel rajtolt a Deac az NB3-as labdarúgó bajnokságban. Az egyetemi csapat 1-0-ra verte a Sényőt hazai pályán. Az együttes 5 héten keresztül készült az új szezonra, miközben a játékosok és a szakmai stáb többsége részt vett az európai egyetemi játékokon is, ahol bronzérmet szereztek. Június végén kezdte el a felkészülést az NB3-as bajnokságra a Deac. A debreceniek második idényüket játsszák Urbén Péter irányításával. A vezetőedző debütáló szezonjában az 5. helyet értik el a bajnokságban. A keret magja együtt maradt a nyáron, így a szakember alapozhat az előző szezon tapasztalataira. Próbáltuk úgy összerakni a keretet, illetve az igazolásokat, hogy azok a posztok, amiket tavaly úgy éreztünk, hogy nem nyújtottak azon a posztokon megfelelő teljesítményt, azokra szerettünk volna igazolni. Fiatalodott a keretünk, azért 3 fiatal játékost igazoltunk, 1-2 idősebb, rutinosabb játékosunk elment, úgyhogy én bízom benne, hogy ez új lendületet hoz a csapatnak. A szélsővédő, illetve a szélső támadó pozíciókba érkezett új játékos. Egyikük a 17 éves Kun Ákos, aki korosztálya egyik tehetségének számít. Kétszer már az U17-es válogatottban is pályára lépett. Nagyon tetszett ez az egész, és egy jó állomásnak tartom a karrieremben, a fejlődésem szempontjából is, és láttam egy kis betekintést a munkába itt. Az egyéni képzések nagyon jók, és igazából úgy látom, hogy itt jó helyem lesz. A támadó a Várda Labdarúgó Akadémián nevelkedett, és fiatalkora ellenére már van tapasztalata felnőtt szinten is. Legutóbb a megyei első osztályú Nyírbátorban játszott. Ez egy nagyon jó lehetőség. Ugye már a tavalyi évemet felnőtt bajnokságba töltöttem, így ugye még egy szintet tudtam lépni. Teljesen más bajnokság, fizikálisan sokkal erősebb bajnokság. Úgy érzem, hogy ha beleállok ugyanígy a munkába, akkor tudok játékperceket kapni, és szeretnék segítségére lenni a csapatnak. A keret jelentős része képviselte a Debreceni Egyetemet az európai egyetemi játékokon, ahol szintén Urbín Péter edzette a csapatot. A felkészülést ehhez a tornához kellett igazítani, hiszen hasonló fizikai állapotban kellett tartani azokat a játékosokat, akik ott nem léptek pályára. Akik viszont játszottak, komoly terhelést kaptak, hiszen a kánikulában egy hét alatt 6 mérkőzést kellett lejátszaniuk. Edzeni nem nagyon szeretek, viszont meg csat játszani annál inkább, szóval így jó volt, és a meccsnél jobb edzés nincsen, és a szakmai stáb meg odafigyelt azért, hogy mindenkinek legyen megfelelő pihenő benne, hogy ne legyenek izomsérülések. A csapat bronzéremmel zárta a tornát. Urbín Péter szerint a sikerélmény mellett annyiban a javukat szolgálhatta a verseny, hogy taktikailag kísérletezhetett a szakmai stáb. Nagyon sok támadást tudtunk vezetni, támadásépítésben sok mindent ki tudtunk próbálni, illetve rögzített játékhelyzetekben is voltak olyan dolgok, volt rá lehetőségünk, hogy beálljunk olyan dolgokat, amiket esetleg élesben nem feltétlenül mernek a srácok, meg mi is nem úgy kérjük az edzők a játékosoktól. Urbín Péter az új szezonban dominánsabb futballt szeretne játszatni a csapattal, ezt nagyobb labdabirtoklással és intenzívebb letámadással érné el. A szakember azt mondja, az egyetemi játékokon mutatott jó teljesítmény lélektanilag pluszt jelenthet a játékosoknak a szezon elején. Bízom benne, hogy a srácok megfelelő önbizalmat szedtek magukra ezen a tornán. Hál' Istennek azért elég sok gólt sikerült szereznünk, és tényleg jó volt látni, hogy azok a játékosok, akik esetleg az elmúlt szezonban adósok maradtak a gólpasszokkal, gólokkal, azok most jó formában vannak. 5. helyezése ellenére az előző bajnokság tavaszi felében a Deac szerezte a legtöbb pontot. A csapatkapitány Sándor Tamás szerint ebből kiindulva ezúttal is kulcskérdés lehet, hogyan kezdik az idényt. Nem szabad úgy beragadnunk, mint a tavalyi szezonba, és utána majd látjuk, hogy mi jön ki a végén. A mutatott játékkal igazából a másik fél évben szerintem már annyira nem lehetett panasz. A helyzet kihasználásunkon volt még mit javítani, meg a hazai pályán a teljesítményünk azért egyszer-kétszer hagyott kívánni valót maga után az eredményekbe. Szóval reméljük, hogy idén ezt ki tudjuk kerülni, és tényleg egy fényesebb helyen tudunk végezni. A csapatnál úgy számolnak, hasonló erőviszonyok jellemezhetik a mezőnyt, mint legutóbb. A Deac egyébként az egyetemi játékok mellett 3 felkészülés mérkőzést játszott, legyőzte a Szolnokot, a Mátészalkát és Szatmár Németit is.
Elkezdte a felkészülést a Deac férfi kézilabda csapata a 2024-25-ös szezonra. Mándi Norbert együttese jelentősen megfiatalodott, de célja ezzel együtt is az NB1B felsőházába kerülés. A pihenőnek vége, gőzerővel folyik a munka a Deac férfi kézilabdázóinál. Mándi Norbert vezetőedző csapata átalakult a nyár folyamán, a keret átlag életkora csökkent, bizonyos posztokon viszont nőtt a variációs lehetőségek száma. Mindenképpen fiatalodtunk átlag életkorban, illetve belső poszton több variációs lehetőségeink lesznek. Nyilván ezt támadásban és védekezésben is ugyanúgy tudjuk majd alkalmazni. Jó átlövők érkeztek a csapathoz, ami nyilván elengedhetetlen a mai kézilabdázásban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezt a csapatot össze tudjuk kellően gyúrni, és mindenki megszokja a támadó és a védőpároknak a dolgait, akkor mindenféleképpen egy jó Deacot fognak látni a nézők. A fiatalságot képviselő érkezők egyike nem a gólszerzésért, hanem éppen a lövések hárításáért felel. A 22 esztendős dabasi nevelésű kapus Herman Ákos útja Balatonfüreden és Tatán keresztül vezetett Debrecenig. A Deac új szerzeménye elmondta, Mándi Norbert elképzelései mellett a kiváló körülmények is nagy szerepet játszottak Debrecen beszerződésében. Mikor Mándi Norbert vezetőedző megkeresett, akkor részletesen elmondta, hogy kit miért szeretne szerződtetni, többek között engem is, és évekre visszamenőleg nagyon részletesen tisztában volt akár a velem is, meg a teljesítményemmel, ami szerintem nagyon ritka, főleg itt a másodosztályban. A másik pedig az, hogy itt Debrecenben kiváló körülmények között tudunk edzeni, úgyhogy itt minden megvan arra, hogy még tovább szinteket lépjek. Az állandóságot Pető Ákos testesíti meg a Deac csapatában, a rutinos irányító a felkészülést rögtön éles mérkőzésekkel indította, hiszen néhány társával együtt tagja volt a Debreceni Egyetem 9. helyen végzett együttesének a hazai rendezésű európai egyetemi játékokon. Összességében nagyon pozitívan éltem ezt meg, annak ellenére, hogy az eredményünk lehetett volna jobb is, úgy gondolom, szerencsésebb csoportbeosztással, vagy egy jobb teljesítménnyel a csoportkörben, tehát tudtunk volna feljebb végezni, úgy gondolom, de ez egy nagyon nívós esemény volt. Pető Ákos és társai a Nemzetközi Egyetemi Mezőny után hamarosan magyar riválisaikkal is összecsapatnak, augusztus első hetében ugyanis beindulnak az edzőmeccsek. Augusztus 6-án érkezik a Cegléd együttese, utána 9-én megyünk Szigetszent Miklósra edzőmérkőzés játszani, a Szegeddel is összecsapunk, illetve a Mezőkövesdel is. Bár a felkészülés csak nemrégiben kezdődött el, és a csapatnak még össze kell csiszolódnia, a célokat illetően már is határozott elképzelések vannak. Mindenképpen a felsőház, tehát az a célkitűzése az együttesnek, az első 6 csapat valamelyikét szeretnénk a végén, ugye mi is, hogy tagjai legyünk. Úgy látom, hogy nagyon jó esélyünk van ott végezni az elején, eddig nagyon alázatosan dolgozunk, kemények az edzések, és szerintem a csapatban megvan a kellő csibészség ahhoz is, hogy a kielezett helyzetekben majd a mi részünkre billentsük a mérleg nyelvét. Tehetséges játékosokat igazoltunk, akik motiváltak. Mellé ugye a jelenlegi keretből is épülnek fel játékosok. Én úgy gondolom, hogy egy komoly játékerőt fogunk képviselni. Most már csak rajtunk fog múlni, hogy ki tudjuk hozni magunkból azt a teljesítményt, amire képesek vagyunk, mert akkor szerintem egy meglepetés eredményt is el tudunk érni. Hogyha egy kicsit úgy mellénk állna a szerencse, akkor szerintem talán még egy dobogót is megcsíphetnénk. Már javában készül a Deac férfi futsal csapata is. Tihanyi Csaba kerete jelentős átalakuláson ment keresztül a nyáron, hiszen az edzőnek 8 játékost kellett pótolnia. Mostanra viszont teljes a játékos lista. Az utolsó futsalos egyenesen Spanyolországból érkezett a Civisvárosba. Stábunk legutóbb a 2023-24-es szezon végén járt a Deac férfi futsal csapatánál. Ugyan Tihanyi Csaba vezetőedző már akkor megszellőztette, hogy együttesének összetétele várhatóan alaposan kicserélődik a következő szezonra. Arra talán még ő sem számított, hogy végül 8-an is távoznak. Nyilván én se terveztem azt, hogy 8 játékos fog változni, de ha így alakult, akkor próbáltuk kihozni belőle a maximumot. Nyilván nem volt egyszerű, elég hosszú fél évünk volt, mire összehoztuk ezt a keretet, és próbálunk alkalmazkodni, és megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből a társaságból. A felkészülés már több mint 2 hete zajlik. A nyár legfontosabb feladata az érkezők beépítése és a társaság összecsiszolása.
a folyamat időigényes, de szükséges. Össze kell szokni, meg kell próbálni egyfelé gondolkodni. Úgy érzem, hogy jó gondolkodás és jó mentalitású játékosok, tehát ilyen szempontból nincsen gond. Tanulni akarnak, fejlődni akarnak, edzésről edzésre próbáljuk őket fejleszteni. Meglátjuk, hogy sikerül. Ez egy hosszú távú munka. A csapat már lejátszott két felkészülési találkozót, melyeken a védekezés megszervezése kapta a legfőbb hangsúlyt. A Deac edzőjének első benyomásai pozitívak. Az első mérkőzésen igazából a védekezést próbáltuk meg összerakni, támadásban szinte semmit nem is kértem, egy hét után nem volt erre alkalmam. A második meccsen Nyíregyháza, én azt gondolom, hogy futszál mérkőzés volt, nagyon jó mérkőzés volt, tapasztaltunk, erőt gyűjtöttünk, tehát ez is egy nagyon jó szolgálat volt. A hatékony védekezés alapja egy jó kapus, a Deacnál ez adott. A rutinos Faragó Ádám tudja, hogy a 2024-25-ös idényben nem csak a gólvonal előtt, de az öltözőben is kiemelt szerep hárul rá. Rengeteg új játékosunk van, főleg fiatalok, de úgy érzem, hogy két hét eltelt, kezdünk kovácsolódni. Mindenképpen támogatni kell az újakat, a pályán és a pályán kívül is, főleg a fiatalokat, bátorítani őket. Egy hosszú szezon lesz, úgyhogy mindenkire szükségünk van. Mivel a csapat átlag életkora csökkent, így még nagyobb szükség van a tapasztalt játékosokra. Ilyen szempontból is a csapat segítségére lehet a Deac utolsó nyári szerzeménye, a 32 esztendős Gonzalo Galán, aki számos kiváló bajnokságban megfordult korábban. Rutinos játékosnak mondhatom magam, játszottam hazámban, Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban is, azért érkeztem Debrecenbe, hogy segítsem a társaimat, és közösen elérjük a kitűzött céljainkat. A debreceniek frissen szerződtetett légiósa elmondta, a Tihanyi Csaba által felvázolt tervek azonnal elnyerték tetszését, így nem hezitált sokat szerződése aláírásakor. A belgiumi kalandom után új kihívásokat kerestem, ekkor futott be a Deac megkeresése, jó ajánlatot kaptam. Tihanyi Csaba vezetőedző projektje pedig különösen felkeltette az érdeklődésem. Már látom, hogy egy igazi sportfellegvárba érkeztem, elsőrangú körülmények közé. A futsal NB1 2024-25-ös kiírásának rajtja már nagyon közel van. Vas Ottóék augusztus 12-én a testnevelési egyetem együttesét fogadják. Bár a keret jelentősen átalakult és a csapatépítés időigényes folyamat, a cél természetesen a felsőházba kerülés. Nekünk az a célunk, hogy a felsőházat megcsípjük. Az, hogy reális-e az esély, azt gondolom, hogy majd az alapszakasz első fele után meg tudom mondani, vagy meg tudjuk beszélni. Addig meg dolgozunk, tehát lépésről lépésre, türelmesen, és menni fog mindenre lesz. Mindenképp a felsőházat cél, szeretnék odaérni, mint tavaly. Nem lesz egyszerű. De úgy gondolom, hogy minden esélyünk megvan rá, fiatal, erős csapatunk van, szerintem oda tudunk érni. Bajnok lett a Deac a Divízió 2-es amerikai futballbajnokságban. A Gladiátorok az Eger Heroes csapatát verték a döntőben, méghozzá magabiztosan 38-7 arányban. A debreceniek veretlenül lettek elsők a másodosztályban, ám egyelőre nem biztos, hogy a csapat vállalja az indulást az élvonalban. Aranyszámokkal fekete mezben lépett pályára a Deac Divízió 2-es amerikai futballbajnokság döntőjében. Pedig a meccs elején még csak sejthető volt, hogy aranyszezon lesz az idei a debreceniek számára. Aztán, ahogy telt a játékidő, ez egyre inkább egyértelművé vált. A vendég Eger Heroes 3/4-en keresztül pontot sem szerzett. S bár a zárójáték részben összejött nekik 7 pont, a Deac addigra már 38-nál járt, így nagyon simán nyerte meg a döntőt. A korábbi meccsünk az rendkívül szoros volt, ezért nagyon sokat elemeztük az ellenfélnek a játékát, és ezt próbáltuk beépíteni az egész éves játékunkba. Szerencsére, ahogy a srácoknak is mondtam, a saját játékunkkal kell őket megverni. Egy kicsit előhúztunk pár olyan play-t, amit korábbiabban nem láttak, úgyhogy így sikerült meglepnünk őket. Kemény meccset vártunk. Kemény meccs is volt, viszont úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a videózás, a felkészülés, az edzéseken mindent végig tudtunk gyakorolni. Számoltunk azzal is, hogy újítani fognak, ami szerintem nem annyira sikerült, és valahol itt lehetett ez a kulcs, hogy amit mi kivideóztunk, és arra találtunk ki playeket, azok működtek, hiszen nem játszottunk úgymond egy új meccset lényegében. A meccs legjobbjának a Gladiators irányítóját, Demko Balást választották meg.
Az MVP nem csak a döntőben nyújtott kiváló teljesítményt. A szezon során végig kiegyensúlyozott volt, pedig nem volt egyszerű dolga, mert offenzív koordinátor nélkül kellett megoldani a feladatát. Nekem az egész szezonom az most egy improvizáció volt. Végig lényegében a pályáról hívtam a playeket, menedzseltem az időt, a cseréket, ha sikerült, mivel az offenzív koordinátoromnak kisgyereke született, így az apai munkáját végezte. Így egy kicsit nagyobb teher volt rajtam. Végig improvizáció volt, de úgy néz ki, jól sikerült. Olyannyira jól sikerültek Demkó Balázs és a csapat megoldásai, hogy a Dallas Gladiators az egész szezonban nem talált legyőzőre. A debreceniek így veretlenül lettek divízió 2-es bajnokok. A legfontosabb a játékosoknak a bevonása. Maga az edzés munkába nagyon sokat öltünk bele, hogy bevonjuk a magukat, a játékosokat, és egy új rendszert fejlesztettünk, amiben a kulcsjátékosok is segíteni tudtak a vezetőségnek. A játékos állomány határozza meg alapvetően, hogy milyen játékot is játszunk. Úgyhogy ehhez is egy kicsit adaptálódnunk kell, úgyhogy a játékos keretet próbáljuk időről időre frissíteni. Körülbelül fél évente vannak olyan tryoutjaink, amikor új játékosokat próbálunk bevonzani, de bárkit szívesen várunk, akár szezon közben is, vagy nyáron, amikor szeretnének csatlakozni, és az alapján egy kicsit ugye felfrissíteni a játékos állományt. Szerintem elégedett az ember soha nem lehet, viszont nagyon nagy fejlődéseket láttam játékosok terén, játékos szinten és csapat téren is, aminek nagyon örülök, és így tudom azt mondani, hogy elégedett vagyok, és nagyon édes így ez a győzelem. Bár a Dallas Gladiators megnyerte a másodosztályú bajnokságot, az egyelőre nem biztos, hogy el tud indulni az élvonalban. Mindez sok összetevőtől függ. Gondolkodunk rajta, nagyon sok feltételnek kell még teljesülnie, hogy tudjunk indulni. Egy kicsit most háttérbe kell húzódnunk, át kell gondolnunk, ugyanúgy a játékos állomány frissítése nagyon fontos. Ilyenkor ugye vannak távozók, vannak ugye érkezők, úgyhogy meg kell néznünk, hogy mind játékos, mind edzői fronton kik azok, akikre számíthatunk a következőben. Egy kis pihenés, utána pedig kezdünk készülni a fiatalokkal, a juniorokkal, és remélhetőleg el tudunk indulni, hogy létrejön egy olyan létszám, amivel ezt tudjuk abszolválni. Hogy a Dallas Gladiators végül el tud indulni az első osztályban, az október-november környékére dőlhet el. Szerződést hosszabbított a Deac-szal a dél-koreai e-sportoló Kim Geung-jong. A 32 éves játékos a Debreceni Egyetem hallgatója és orvosnak készül, így nincs egyszerű dolga, hiszen a rengeteg tanulás mellett kell megállnia a helyét a versenyeken, méghozzá profik között. 8 éves kora óta tekkenezik a Deac dél-koreai e-sportolója. Kim Geun-yeon 3 éve erősíti az egyetemi csapatot. Azóta számos torna győzelmet aratott és több dobogós helyezést is elért. A közelmúltban úgy döntött, meghosszabbítja eredetileg nyárig szóló szerződését. A fő oka annak, hogy a maradás mellett döntöttem az, hogy medikus hallgatóként egyszerűen könnyebb dolgom van, ha például külföldi versenyekről van szó, és emiatt kimaradok az egyetemről. Ez mégiscsak egy egyetemi csapat, és tudnak segíteni különböző dolgokban. Másképp működik a klub, mint a legtöbb versenyszerűen játszó csapat. Hallgatóként tehát számomra a Deac a legjobb lehetőség. A 32 éves játékos egyébként megszerette a várost is. Azt mondja, csendes, nyugodt helynek tartja, ahol teljes mértékben a tanulmányaira tud fókuszálni. Számára ez a legfontosabb. Orvos akartam lenni, és hallottam, hogy a kardiológus képzés nagyon jó a Debreceni Egyetemen. Az édesapámnak problémája volt a szívével, ezért akartam ezt a pályát választani, de ma már rugalmasabban gondolkodom erről. Az orvoslás más területei is érdekelnek, majd elválik végül, hogyan folytatom. Alig ha meglepő, ideje jelentős részét a tanulás teszi ki. Már csak ezért is adódik a kérdés, hogyan marad mindemellett ideje arra, hogy e-sportolóként fejlessze magát. Nagyon nehéz ezt a két pályát egyensúlyban tartani, mert az egyetemen rengeteget kell tanulnom, mellette viszont profi e-sportolóként is teljesítenem kell. Igyekszem jól menedzselni ezt, és nem más dolgokkal tölteni az időmet. Kim egyébként rugalmasan kezeli az edzéseket, a legfontosabbnak azt tartja, hogy mentálisan megfelelő állapotban legyen. Ha ehhez az kell, hogy néhány napig ne játszom, akkor nem játszik, máskor viszont éppen azt tölti fel, ha gyakorol. Vizsgai időszakban például jellemzően csak a tanulásra fókuszálok, és amikor kicsit ki akarom engedni a gőzt, játszok egy kicsit. Igaz, a játék néha csak még jobban felhúz, de összességében azért mégiscsak segít, illetve más Tekken játékosok videóit szoktam nézni, hogy tanuljak.
release my stress. Miután ide került, 2 évig egyébként egyáltalán nem játszott, aztán viszont belelendült, és a csatlakozása óta nagy erőssége a Deac Hackersnek. A kihagyás után 1 évig keményen dolgoztam, hogy elérjem a profi szintet, aztán profi klubot kerestem, így találtam rá a Deac Hackersre. Nem tudtam sokat róluk, és valójában akkor még inkább szabadidő csapat volt. Később, miután csatlakoztam, elkezdődött a versenyképesebbé válás folyamata. Azt hiszem, az elsők között voltam, akik kifejezetten a versenyzés miatt jöttek ide. Nem is kerülik el a sikerek. 2 éve például egy nemzetközi versenyen második lett a kelet-európai régióban. Ezzel természetesen nem érte be. A célja, hogy a jövőben további kiemelkedő eredményeket érjen el. Alapvetően az a célom, hogy medikus hallgatóként átvészeljem a vizsgai időszakokat, de a szívem mélyen profi e-sportolóként is szeretnék nagyon sikeres lenni. Úgy állok hozzá, hogy minden meccset meg kell nyerni. Ez néha feszülté tesz, ugyanakkor fejlődésre is késztet. Kim a közeljövőben szeretne egy nagy tornán is nyerni a Deac játékosaként, és azt mondja, erre lát is reális esélyt. Ez volt a Deac magazin augusztusi adása. Legközelebb 1 hónap múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!